A sekély vízben kis kócsagok, szürkegémek és sirályok dáridoznak. A leengedett tározóban könnyen szedegetik az apró halakat. Az evezőspálya közepén lévő elosztó szigetre hidat építenek, ehhez teljesen le akarták engedni a vizet. A tározó mintegy 5-600 mázsára becsült halállományának azonban csak a kisebbik része úszott együtt a leeresztéssel. A többiek maradtak, és az egyre alacsonyabb és melegebb vízben mind kevesebb oxigénhez jutottak. Pénteken gyors beavatkozásra volt szükség. Amint kritikussá vált a helyzet az északi zárógát nyitásával, friss vizet tudtunk beadni, erre a halak azonnal reagáltak, és a friss víz irányába vándorolva gyakorlatilag oxigénhez jutottak. El tudtuk kerülni azt, hogy a rendkívül erős sugárzás, rendkívüli kánikula kárt tegyen az állományba. A mentést azt tette lehetővé, hogy a horgászszövetség az Ati vízigel együttműködve addigra a tározó fölötti csatornákban sok vizet halmozott föl egy vészhelyzet esetére. Ennek ellenére sok fokozottan védett süllő, csuka és harcsa elpusztult, ám az állomány többségét sikerült megmenteni. A híd építéshez száraz mederre van szükség, a halaknak pedig vízre. Ezért most egy új műszaki megoldást fognak alkalmazni. A mederben két ideglenes gátat létesítenek, a két ideglenes gát közt vízteleníteni lehet a medret, és itt megindulhatnak a munkák. Ugyanakkor a tározó 70%-ában marad egy vízborítás, és ez a vízborítás tovább növelhető még az Ati vízigel együttműködve, és itt rövid távon megoldható a halak túlélése. Jelenleg 250-300 mázsa hal lehet a Matyérben. Hogy a vészhelyzet miatti halgazdálkodási és megváltozott építési többletköltségeket kiviseli, ez ma még nem világos. Kérdésünkre, hogy hibáztak-e a halgazdálkodók, Láda Gáspár azt mondta, kétségeiket többször megfogalmazták. Most, miután látta, hogy aggodalmaik teljesen megalapozottak voltak, úgy véli, erőteljesebben kellett volna hangoztatni a veszély nagyságát.